A híres híreket látják kedden este 19 órakor. Jó estét kívánok! A híradó elején mutatjuk a kiemelt témákat röviden. Iskola kezdésre visszaáll a forgalmi rend és feloldják a tilalmakat az aluljárónál. Több mint 250 millió forintból újítják fel a Vacsi közt a Sosztakovics utcáig. Idén 54 újabb földterület értékesítését hirdeti meg a Kikfor Kft. Tanév kezdésre visszaáll a forgalmi rend a Bem utcai körforgalomnál. Pár napja megkezdődött a csomópont aszfaltozása az aluljárónál, így iskola kezdésre már zavartalanul közlekedhetnek az autósok. A Bem utcai körforgalom egyik ívén több, a másikon egyelőre kevesebb az aszfaltréteg, de nagyon jó ütemben halad az építkezés. A Szolnoki úti aluljárónál épülő turbó körforgalom befejezése hivatalosan 2019. december 31, de jóval hamarabb elkészül vele a Kolasz ZRT. Az aszfaltrétegeket az augusztus 20-i hosszú hétvége után kezdték felvinni. Készen van a legtöbb korlát és térkővel lerakott felület, beleértve az aluljáró mellett futó kerékpárutat és a szervízutat is. Jelenleg csak autóbuszok és taxik hajthatnak be a körforgalomba, lámpás irányítással váltakozó oldalú terelés mellett. Iskola kezdésre azonban már mindenki birtokba veheti az új csomópontot. Láda Péter mérnök, a beruházás építés vezetője elmondta, a hétvégére befejeződik az aszfaltozás, és a héten a sávelválasztó süveggömböket, valamint az útfelfestéseket és a szükséges táblákat helyezik ki. A szeptember 2-ai iskola kezdésre zavartalanul indulhat meg a forgalom a csomópontban. Hozzátette, ezzel még nem készül el teljesen a körforgalom, de szeptember végéig elvégzik a fennmaradó kisebb munkákat is. Ezek a forgalmat nem fogják zavarni. Kecskemét önkormányzata a beruházásra több mint 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt célja a kétsávos turbókörforgalom mellett a biztonságos, gyalogos és kerékpáros áthaladás megoldása. A folyamatosabb forgalom lebonyolódás mellett várhatóan csökkennek a környezeti ártalmak, a zaj és a levegőszennyezés, valamint gazdasági szempontból az átlagos időveszteség és a közlekedési költség is csökken. Több mint 250 millió forint értékű felújítás kezdődik a Vacsi közben. Az utat 1 kilométeres szakaszon a Betlen körúttól a Sosztakovics utcáig állítják helyre. A mai napon megkezdték a Vacsi köz útburkolatának felújítását. A 263 millió forintos kivitelezés során, melyet Kecskemét önkormányzata saját költségvetésből biztosít, lemarják az aszfalt burkolat felső rétegét, szükség szerint megerősítik az útlapot és szintre építik a kapubehajtókat. Elbontják teljes hosszon a sűjesztett és kiemelt szegélyt, elkészítik az aszfalt kötő és kopó rétegét, rendezik a patkát, szintre emelik a víznyelő és egyéb úttesten lévő közműaknákat, valamint felfestik a burkolati jeleket. A felújítás miatt a Vacsi közön szakaszos útlezárásokra lehet majd számítani. A 16-os számú helyi autóbusz a megszokott menetrend szerint közlekedik a kivitelezés ideje alatt is. A munkálatok várhatóan november végén fejeződnek be. Egyre több család vásárolt elket Kadafalván. Az elmúlt években eddig 80 közművesített elket adtak át, ebben az évben pedig 54 újabb földterület értékesítését hirdeti meg az önkormányzati földterületeket kezelő Kikfor Kft. 2017-ben kezdődött meg az önkormányzat által értékesítésre kijelölt telkek kialakítása Kadafalván. A Kikfor Kft. Eddig 80 teljesen közművesített területet adott át a Mókus utca 1. és 2., illetve a Harkály utca 1. ütemében. Azt gondolom, hogy egy nagyon kellemes, élhető környezet fogott kialakulni. Aki szereti a csendet, a város zajától egy picit elvonulni, annak ez ideális terület. Jelenleg a Harkály utca 2. ütemén dolgoznak, amely összesen 54 új telket jelent. Mindegyik terület meghaladja 900 négyzetmétert. Ezek a teljes közművesítés után kerülnek értékesítésre. Várhatóan az év végére tudja a Kft. Meghirdetni a telkeket. Az önkormányzati telkek jelenleg annyira keresettek, hogy pár hónapon belül elkelnek. Még nem hirdettük ezeket a telkeket, de már több mint 20 olyan érdeklődő járt nálunk, akik valamilyen szinten gondolkodnak ilyen telekvásárlásban.
Minde Imre László, a Kikfor Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, eddigi számításaik szerint az értékesítési ár nem fogja meghaladni a 8 millió forintot. Azon családok esetében, akik 1, 2 vagy 3 gyermeket nevelnek, ott 10-20 vagy maximum 30%-os kedvezményt lehet igénybe venni. Az ügyvezető igazgató zárásképp elmondta, az 54 új földterület mellett 2 közpark is ki lesz alakítva. Stábunk ingatlanosokat keresett meg, akik elmondták, hogy az ilyen típusú építési területek nagyon kedveltek a kiscsaládosok körében, az elhelyezkedés és az ár miatt is, hiszen míg az önkormányzati területek körülbelül 8000 forintba kerülnek négyzetméterenként, addig Kecskemét központjához közel 60-70 ezer forintot is meghaladja négyzetméterenként az összeg, és a környezet is csendesebb a külvárosokban. Már csak egy hét és kezdetét veszi a 2019-2020-as tanév. Az intézmények felkészültek, a tankönyvek megérkeztek, amiket a napokban ki is osztanak a diákoknak. Szépen rajzolnak. Szép színes tankönyvek várják idén is a diákokat. A tanulók között sokan vannak, akik már nagyon várják a tanévet. A nyolcadikosok kémia könyve például igazán izgalmasnak bizonyul. A kecskeméti belvárosi Zrínyi Ilona általános iskolában névre szólóan már összeállították a csomagokat, amelyekért sorba állnak a gyerekek és szüleik. Az intézményben idén már minden tankönyv ingyenes. Jelenleg 620 tanulót várunk vissza szeptember 2-án a tanévnyitóra. A tankönyv osztással kapcsolatosan el szeretném mondani, hogy minden készen áll, várjuk a tanulókat és szüleiket, hogy átvegyék. Jelenleg 8300 tankönyv érkezett közel, és ezen kívül 3300 tankönyv az, amelyik tartós és könyvtári. Az igazgató elmondta, hogy a napokban minden tankönyvet átadnak. A kecskeméti iskolákban többnyire már elkezdődött a csomagok osztása, de van olyan intézmény, ahol az első tanítási napon kapják meg a diákok a könyveket. Új iskolát alapítottak a Mihály kertje kecskeméti Waldorf óvoda általános iskolából kilépő pedagógusok és szülők. Márciusban robbant ki a botrány az intézmény körül, olyan belső viszályok feszítették az iskola falait, aminek köszönhetően ketté szakadt a szülői és a pedagógusi közösség. Minden osztályteremben van egy évszakasztal, ami minden Waldorf iskolának minden osztályában megtalálható. Balla Beáta mutatja annak az új iskolának az épületét, amelyet a Mihály kertje kecskeméti Waldorf óvoda általános iskolából kilépő pedagógusok és szülők alapítottak. Beáta a Waldorf iskolának volt az igazgatója egészen addig, míg az intézmény fenntartója, a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület fel nem mentette egyik napról a másikra. Most az új iskola az Aranyliget Waldorf óvoda és gyermekközpontú általános iskola igazgatója lett. 65 diák jött el a Szarkási iskolából velünk, és igazából 13 pedagógus, 10 főállású és 3 óraadó, és itt kezdjük most a Kertészeti Egyetem botanikus kertjében bérelt termekben az idei tanévet. Az iskola 5 évre kötött bérleti szerződést a Neumann János Egyetemmel. Az intézmény fenntartója az Angyal Szíva Gyermekeinkért Alapítvány, amely a Szarkási Waldorf iskola szülői érdekképviseletéből nőtte ki magát. Az új tanintézményben a Waldorf pedagógia jegyében fogják tanítani a gyerekeket. Az óvodánk megkapta a Waldorf névhasználatot, az iskolánk viszont nem tudta, mivel minden évben február 15-éig kell leadni ezt a névhasználati kérelmet, és ebből tavaly ugye kicsúsztunk, így nem tudtunk nevet kapni, úgyhogy most egyelőre gyermekközpontú iskola vagyunk, de szeptember első hetében tervezzük, hogy beadjuk a névhasználati kérelmet. Balla Beáta elmondta, hogy minden feltételnek megfelelnek, megvannak a pedagógusok, az euritmia tanár, és a hármas tagozódás is működik, a szülői, a tanári, valamint a fenntartó együttműködése. Az épületben mind a 8 osztály elindulhat szeptembertől. Krizsai József, az egyik szülő pedig egy nagyon fontos eseményről számolt be stábunknak. Szeptember 29-én kerül sor a Cotton Club Singers Ó Budapest című jótékonysági koncertre, melyen Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrien, Fehér Gábor és László Boldizsár fog színpadra lépni. A koncert bevételét az énekesek az alapítvány számára ajánlják fel, hogy minél gördülékenyebben tudja az iskola elkezdeni az évet.
Mindeközben a Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf óvoda általános iskola még mindig küzd a Magyar Waldorf Szövetséggel a rendkívüli névhasználati felülvizsgálat ügyében. Információink szerint most az utolsó fellebbezési fázisban tart az eljárás, de nagy az esély arra, hogy elveszik a Waldorf nevet az iskolától. A Kecskeméti Járásbíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását annak a 37 éves férfinek és 15 éves fiatalkorú társának, akik a megalapozott gyanú szerint két 17 éves lányt raboltak ki egy kecskeméti szórakozóhely közelében a Bagoly utcánál szombaton hajnalban. Információink szerint a fiatal gyanúsított megtámadta az egyik lányt, aki védekezésként megütötte, ezért a támadó elmenekült a helyszínről. A másik férfi azonban dulakodni kezdett a másik lánnyal, akinek végül elvette a telefonját. A járásbíróság a két román állampolgár letartóztatását rendelte el, mivel a nyomozóhatóság elől megszöktek, ezért szökésük, elrejtőzésük veszélye fennáll, valamint szerény anyagi körülményeik miatt feltehető, hogy szabadlábon engedésük esetén újabb bűncselekményt követnének el. A bíróság döntését az ügyész tudomásul vette, míg ellene a gyanúsítottak és védőik fellebbezést jelentettek be, amelyről a kecskeméti törvényszék fog dönteni. A választás rendje elleni büntet miatt vádat emelt a jobbikos országgyűlési képviselő Farkas Gergely ellen a központi nyomozó főügyészség a kecskeméti törvényszéken. A Bács-Kiskun megyei 5-ös számú egyéni választókerület jobbikos képviselő jelöltje 2018 márciusában az országgyűlési választások előtt pénzt ajánlott az LMP képviselő jelöltjének. Mindezt annak ígéretében, hogyha visszalép a választástól, kifizeti neki a kampányra addig fordított 600 ezer forint költségét. Az LMP-s jelölt azonban ezt visszautasította. Az országgyűlési képviselő tagadja bűnösségét. Farkas Gergelyt az ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki, miután mentelmi jogát a legfőbb ügyész indítványára a parlament felfüggesztette. A vádlott tettéért 3 év szabadságvesztést indítványoz az ügyészség. Jól haladnak a munkálatok az 54-es főút négy sávosításán, de év végéig még nem lehet használni a kibővített utat és a kerékpárutat sem. A teljes befejezésre 2020-ig kell várni. Az érintett szakaszon közel 6 km, 2x2 sávos út és majdnem 7 km kerékpárutat épített a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. Az aszfalt réteg már a helyén van, az 54-es számú főutat érintő bővítési munkálatok nagy része már elkészült. A 2x2 sávosra növelt 5,7 km hosszú útszakaszt azonban még nem használhatják az autósok, ahogy a közel 7 km hosszú egyesített szervíz és kerékpárutat sem vehetik még birtokba a bicajosok. Az 54-es főút északi oldalán található kerékpárút az 5-ös főút és a 44-es főút találkozásától egészen az M5-ös autópálya vonaláig tart. Ez a szakasz biztosítja majd, hogy a helyi lakosok biztonságosan érhessék el az iparterületen található munkahelyeiket. A bicikli utak átvezetése miatt 4 új aluljárót alakítanak ki, a már meglévőt pedig meghosszabbítják. Az 54-es ezen részén a közlekedést 5 turbókörforgalom könnyíti, amelyből 3 teljesen új építésű, 2 pedig a korábbi körforgalmak kibővítésével valósult meg. A bővített 5,7 km-es útszakasz nem csak tehermentesíti a várost, hanem a déli iparterület megközelítését is javítja. A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT beruházásában több mint 8,7 milliárd forintból valósul meg. A teljes beruházás várhatóan 2020-ban fejeződik be. A tervezett ütemezés szerint azonban már 2019 év végétől használható lesz a kibővített út. És egy sporthír is jutott a híradó végére. Pontot szerzett az első NB1-es mérkőzésén az SG Kecskeméti Futsal. Ellenfele a tavalyi győztes 5. helyezett Nyírgyulaj KSE volt, bár az első félidőben vezetett csapatunk a találkozó 2-2-es döntetlennel zárult. Jól kezdte a találkozót a Kecskemét, már az első percben megvolt az első kapura lövés. Kovács próbálkozását védte a kapus. A folytatásban akadt helyzet mindkét oldalon, azonban az első gólra az 5. percig várni kellett. Egy szögletet követően Rutai lőtt a felsőbe.
Egy perccel később fekete lövése csattant a kapufán. Dominált a pályán a Kecskemét, a 9. percben Tombác indította a labdát, amit Kovács csúsztatott a kapu mellé. A vendégeknek is akadt helyzete, de a befejezés nem sikerült. A 7. percben Dobosi távolról próbálkozott, majd a túloldalon Tombácnak kellett tisztáznia. A folytatásban Móra és Macelka is alakított ki helyzetet, az állás azonban nem változott. 1-0-ra vezettünk a félidőben. A fordulást követően jobban kezdett ellenfelünk, átvette a játék irányítását, sorra alakította ki helyzeteit, azonban remekül védekezett a Kecskemét. A második félidő felére megtört a gólcsend, egy percen belül háromszor zördült meg a háló. Előbb Vasottó egyenlített, majd Rutai ismét előnybe hozta a hazéjakat. A középkezdést követően pedig azonnal egyenlített ellenfelünk. Fekete volt a gólszerző. A hátralévő időben a csapatok felváltva alakították ki az ittszereket, melyek azonban rendre kimaradtak. 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó. És nagy boldogság az, hogy pontot szereztünk első NB1-es mérkőzésünkön. Azt gondolom, hogy ez egy óriási élmény volt, és egy óriási egy pont igazából ennek a klubnak az életébe. Nem pihenne sokat a Kecskemét, pénteken ugyanis már a második fordulós mérkőzését játsza. 3/4 héttől a Csömör ellen lépünk pályára idegenben. Ennyi fért kedden este a híres hírekben, mutatjuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Iskola kezdésre visszaáll a forgalmi rend a Bem utcai körforgalomnál. Pár napja megkezdődött a csomópont aszfaltozása az aluljárónál, így iskola kezdésre már zavartalanul közlekedhetnek az autósok. Több mint 250 millió forintból újítják fel a Vacsi közt. Az utat 1 kilométeres szakaszon a Betlen körúttól a Sosztakovics utcáig állítják helyre. Az elmúlt években eddig 80 közművesített önkormányzati telket adtak el Kadafalván, ebben az évben pedig 54 újabb terület értékesítését hirdeti meg a Kikfor Kft. Hamarosan kezdetét veszi a 2019-2020-as tanév. Az intézmények felkészültek és a tankönyvek is időben megérkeztek, amiket a napokban osztanak ki a diákoknak. A híradó véget ért, de a hírórát a kiemelővel folytatjuk hamarosan, amelynek ma vendége lesz Garaci János Venezdíjas mesterszakács, akivel a legújabb életmű díjáról és arról is beszélgetünk, hogy hogyan lehet a modern világ fogyasztóit a hagyományos gasztronómiai értékekkel megfogni. Aztán bekukkantunk az idei legsikeresebb térségi fesztivál kulisszái mögé, és annak is utána járt televíziónk stábja, hogy miért tűntek el sok helyen már augusztus elején a gólyák. Mindenről és híreinkről olvashatnak a hírportálunkon, a cím híres.hu, vagy megnézhetik a híradó ismétlését 20 óra 30 perckor, 22 órakor éjszaka a képújság idejében, 2 óránként, valamint reggel 7 órakor és fél 9-kor, és a híradót teljes egészében újra nézhetik a kecskeméti.tv.hu weboldalon. Friss híres hírekkel holnap este 7 órakor kolléganőm várja önöket, nézzenek minket akkor is, most további jó tévézést kívánok, viszontlátásra! Szerdán napközben a sok napsütés mellett már csak helyenként elsősorban északon fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. A délkeleti szél helyenként élénk lehet, délután 29-35 fokot mérhetünk, délkeleten lesz a legmelegebb. Csütörtökön főleg fátyol felhők szűrhetik a napsütést, a kialakuló gomolyokból egy-egy zápor, kisebb zivatar legfeljebb északkeleten alakulhat ki. Gyenge, mérsékelt lesz a délkeleti szél. A csúcs hőmérséklet 30-35 fok között alakulhat. Pénteken elsősorban az ország északkeleti, északnyugati területein alakulhatnak ki szorványos záporok, zivatarok. Ezeken a tájakon megélénkül, néhol megerősödik az északira forduló szél. Délután 28-34 fok valószínű, hétvégén meleg időre, szorványos záporokra van kilátás.